Jó estét kívánok, köszöntük mindenkit ismét a stream szerdában. Vendégem Szicsek Margit, tanácsadó szakpszichológus. Szeretettel köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát azt hiszem, hogy van, aki már ki is találhatta, meg hát az előzetes beharangozóban is lehetett látni. Ez a pandémia azt hiszem, hogy egy olyan változást hozott az életünkben, amire senki nem nagyon tudott számítani, és hát ennek a kezelése sem túl egyszerű. És ez akárhova megyünk, nap mint nap tapasztalom, baráti, ismerősi körbe, vagy egyáltalán csak az utcán állandóan ez a téma, és mindenkinek most már fogalmazunk, hogy tele van a hócipője. Hát egy kicsit akkor az elejét felvezetve, szembesülve ezzel a helyzettel, ugye milyen reakciókra számíthatunk? Hát nagyjából gondolom, hogy ezekre. Igen, ez teljesen így van. Mi emberek megszoktuk, hogy a dolgokat kézben tartjuk. A kontroll borzasztóan fontos az ember életében, és amit mindenki kivétel nélkül nagyon rosszul visel, az bizonytalanság. Vannak, akik extrémen rosszul viselik, hogyha előre nem kiszámíthatók a dolgok, de a bizonytalanságot általában mindnyájan nagyon. És most hosszú ideje bizonytalanságban élünk, és senki nem hibáztatható ezért. Vannak matematikai modellek, amivel próbálják modellezni, hogy milyen gyorsan terjed, egy fertőzött hány embernek adja, de azt senki nem tudja megmondani, hogy meddig tart. És ez egy teljesen más hozzáállást igényel az emberek részéről, mint amit eddig megszoktunk. Tanulni kell ezt a másfajta hozzáállást, és már belefáradtak, nagyon sok teher van az embereken, és nem elég nyitottak erre a tanulásra, pedig nincs más lehetőségünk, hogyha valamit profitálni szeretnénk ebből a nagyon nehéz helyzetből, és úgy kijönni ebből, hogy mi sem, meg a családtagjaink sem sérüljenek túl nagyot, muszáj megtanulni ezt az új viselkedési formát. Már csak azért is, mert ugye ez korábban ilyen nem volt, tehát ezzel mindenki most szembesül. Ugyanúgy a felnőtt és a gyerek is, de talán a fiatalabb generációnak, a gyerekeknek meg aztán még inkább nehezebb lehet. Ez az általános iskolai digitális oktatás, ami most nincs, de valószínűleg visszatérünk rá. Eleve milyen következményekkel jár ott? Hogyan élik meg? Mik a tapasztalatok? A gyerekek, tehát nagyon-nagyon vékony az a réteg. Inkább a középiskolások körében tapasztalom, aki alapvetően egy ilyen otthonülőbb, zárkózottabb, őt kevésbé viseli meg. A többség életkortól függetlenül nagyon hiányolja elsősorban a társakat, a társak jelenlétét. A társak jelenléte egyébként nagyon motiváló tud lenni. Akár általános iskolában, akár középiskolában egy húzóerő. Hiányzik a húzóerő. Tehát amikor otthon vagyok, csak a könyvemmel, a munkafüzetemmel, meg a képernyővel, ez sokszor nagyon kevés. És különösen azoknál a gyerekeknél, akiknél a külső kontroll még túlzottan erős, mert még nem alakult ki ez a belső igény a tudás megszerzésére, ők egy kicsit bizony elveszettnek érzik magukat, és ott nagyon keményen számít, hogy a pedagógus mennyire határozottan, mennyire körülhatároltan kér számon. Tehát itt nagyon fontos, hogy meglegyen, hogy mikorra kell elkészíteni, hova kell feltölteni, mikor kell. Tehát, hogyha be van szorítva, akkor megcsinálja, ha egy kicsit ilyen majd meg lesz, meg majd jön, meg a jövő héten, az nem jó. És a szülőnek is ugyanezt tudom javasolni, hogy borzasztóan fontos, hogy legyenek meg a keretek és a határok. Hogy amikor be kell jelentkezni, akkor be kell jelentkezni, amíg ott kell lenni, ott kell, és a feladatot csinálja meg akkor, amikor megkapta, aznap a tanítási óra végén, hogy ne kallódjon el, és még akkor benne van. Tehát ez is egy teljesen újfajta hozzáállást igényel. Hát a szülő részéről is ugye átmennek ilyen pedagógusba, és azért nekik sem könnyű, mert a napi feladat ellátása, stb. És hát a gyerekek mellett a fiatal felnőtteknél, meg hát ugye a rengeteg a bandázás, a bulizás, az szalagavató, ezeket hogy lehet? Mert ez egyszerű, visszahozhatatlan élmény. Nagyon köszönöm ezt a kérdést, nagyon fontosnak tartom. Nem tudjuk még, szerintem a középiskolák igazgatói sem tudják, hogy egyáltalán lesz ballagás, vagy nem lesz ballagás. Egy biztos, hogy negyedikes gimnazista többet nem lesz az, aki most fog érettségi vizsgát tenni. Tehát ez egy olyan alkalom az életében, ami nagyon fontos, egy nagyon fontos keret, hogy innentől egy másik életszakaszba lépek át. És nagyon fontosnak tartom, hogyha ne adj Isten, nem kerül sor a ballagásra,
akkor legalább az érettségi után, akkor már mégis ott vagyunk, hogy június vége, addigra már talán akkora lesz az átoltottság az országban, hogy már lehet egy kicsit lazítani. Legyen egy kerete. Hívja össze az osztályfőnök a csapatát, akár szabadtéren, lehet, hogy van olyan osztálytárs, akinek jó nagy kertje van, vagy számtalan megoldást lehet azért találni, ahol le lehet ülni, lehet főzni egy bográcsost, és föl lehet eleveníteni, hogy milyen volt, amikor 4 évvel ezelőtt bebattyogtunk abba a középiskolába, mi minden történt velünk, elő lehet adni nagyon jópofa sztorikat, legyen egy kerete, záruljon le, hogy akkor 4 évet együtt töltöttünk a maga szépségével és nehézségével, és innentől mindenki elindul abba a bizonyos nagybetűsbe. Nagyon fontosnak tartom. Egyébként ugye az online térben való kapcsolattartás csetelés egyébként is jellemző volt erre a generációra, de ez most felerősödött. Ez felerősödött. Tapasztalatai és... következményei. Biztos, hogy egyik oldalról felértékelődik ezeknek az eszközöknek a használata, de én nagyon remélem, hogy a másik oldalról pedig felértékelődik a hiány is, hogy most megtapasztalom, hogy milyen az, hogy azért nincs ott, hogy nem azonnal reagál, hanem van itt egy bizonyos elcsúszás, hogy milyen gyorsan tud a másik reagálni, hogy megérem a hiányát, és amikor már végre együtt bandázhatunk és személyesen, akkor talán jobban fogom tudni értékelni. Mert most elveszett valami, és mi emberek akkor tudjuk értékelni nagyon sok esetben a dolgokat, amikor már nincs a birtokunkban. Ez sajnos nagyon igaz. Rátérve egy kicsit a mélyebben a családokra, hát ugye a gyerek-szülő kapcsolatot is valamilyen szinten azért gondolom, hogy ez megviselhet éppen ezek miatt a dolgok miatt. Nyilván van nagyon sok szülő, aki ezt a lehető legjobban próbálja kezelni, de hát ott vannak a párok, családtagok, akik együtt élnek, és hát most olyan kontextusban találkoznak, amiben előtte azért nem. Hát ugye lehet hallani médiában is, hogy válások száma úgy néz ki, hogy nőni fog, nem tudjuk ezeket jól kezelni. Hát ezen a téren nem is csoda, hiszen nem volt ennek előtte sem igazán, ugye erre példa, de kulturálisan nagyon. Ez egy nagyon messze vezető kérdés, ezt megérne egy másik adásnapot. Rajta nem múlik. Igyekszem nagyon röviden. Két felé lehet osztani. Amikor ilyen nagyon nehéz helyzetbe kerülnek az emberek, akkor lehet egy olyan reakció, ez a pozitívabb, amikor összezár. Van egy közös ellenség. Közös ellenség a vírus, van egy közösen megoldandó feladat, a gyerekeink oktatása, ne adj Isten, van egy iskolás, van egy óvodás, apa, anya otthonról dolgozik, meg dolgozni kell, mert meg kell élni. Tehát, hogy annyi a feladat, hogy ezt egy ember nem tudja, és összezárunk. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog, és ilyenkor várható, hogy egy minőségibb, tehát szintet lép a házaspár. És van a másik, ami sajnos szintén nagyon gyakori, amikor kiderül, hogy már nincs a kapcsolatban tartalék, elhasználódott, és ez felkiáltó jelként jelenik meg. És ez nagyon nagy baj. És ilyenkor a saját frusztráltságomat, a saját nehézségeimet kivetítem a másikra. Mert ha másik ezt csinálná, azt csinálná, többet segítene, megnézné a leckét, odaállna, akkor bezzeg nem itt tartanánk. És elindulnak a címkézések. Elindul a felelősségkeresés. Nekem van igazam, veled van a baj. És ez akár kenyértöréshez is vezetett. Tehát meg kéne tanulni ebben a nagyon nehéz helyzetben, hogy próbáljak egy kicsit belebújni a másik ember bőrébe. Nézzem meg onnan, hogy az ő szemszögéből hogy működik a mi családunk. És kérjek. Tehát annyiszor elmondom a hölgyeknek, a férfi ember gondolkodása és agyműködése más. Nem rosszabb, nem jobb, egyszerűen más. Nem fogja kitalálni, hogy miben tud nekem segíteni. De én megfogalmazom, hogy nyűgös vagyok, fáradt vagyok, vagy segíts nekem, hogy csináld meg ma a vacsorát, vagy dobd be a mosógépet, vagy már annyi erőm sincs, hogy bepakoljam a mosogatógépet, tedd meg. Esküszöm, hogy 10-ből 8 megcsinálja. Csak kérni kell. Nem azért, mert lusta, egyszerűen azért nem jut eszébe. Nem jut eszébe. Hát akkor az empátia hiánya is nagy a részünkről, nem? Nagyon nagy, meg a kommunikáció, hogy elbeszélünk egymás mellett. Nem értjük meg, címkézünk, bántunk, ahelyett, hogy elmondanám, hogy én hogy érzem magam, megnevezném a saját negatív érzéseimet, és kérném, hogy segíts nekem ebben, hogy egy kicsit jobb legyen.
De akkor ez nem arra utal, mint hogy egyébként is hát vannak hiányosságok az emberi kapcsolatokban. Hazament a munkából este, fáradt, megvacsorázott, megitt a sörét, odaült a tévé elé, aztán vagy beszélgettek, vagy nem. De most meg 24 órában sokszor együtt, és igen, hát akkor jön rá, hogy ő kivel él tulajdonképpen? Igen, mondhatjuk így is, de nagyon egyszerű ezt azt mondani, hogy persze, mert a másik ilyen. Igen. De menet közben miért nem adtam jelzést? Miért nem próbáltam? Most ilyenkor hallom, hogy sok hölgy mondja, hogy de az én urammal nem lehet beszélgetni, mert bármikor szeretnék, mindig azt mondja, hogy hagyjam. Nem mindegy, hogy mikor és hogyan hozakodok elő. Mondjuk egy elbédöntő közepén kell oda menni, és igen, ha lenne. Igen, tehát hogy figyeljek arra, hogy mikor nyitott, és nagyon kérjük a te közlés helyett az én közlést, mert veled nem lehet beszélgetni. Ha én így kezdek egy mondatot, borítékolom, hogy tényleg nem lehet. A férfi emberek, ez megint nagyon messze vezetni, hogy miért van így, végtelenül érzékenyek minden negatív kritikára. Az ezt se csináltad jól, meg abba sem vagy jól. Megvannak ennek a lélektani magyarázata, hogy miért van. És ez jön csípőből. És amikor én kritizálom, és rögtön a negatívumokat kezdem el mondani, a hiányosságokat, ott minden normális férfi bezár, és azt mondja, hogy na kösz, akkor ezt nem, és akkor bevonulok a laptopom elé, vagy a tévéképernyő elé, és avval jelzem, hogy én itt sem vagyok. És innentől, és akkor én puffoghatok, mérgelhetem magam. Olaj a tűzre, és az biztos, hogy ez a kapcsolat rovására fog menni. De aki ezt nem tanulta meg, akár iskolában, akár otthon, akár anyukától, akkor hát szépen kérje, vagy csúcsújgassa, vagy találjon ki valamit, vagy tegyen oda egy finom kaját, vagy nem tudom, mik a módszerek. De... Ez a bizonyos én közlés, tehát elmondom, hogy hiányzik nekem, hogy egy kicsit kipanaszkodjam magam neked. De ezt nem vállaljuk, azt vállaljuk, azt szeretnénk, ha kitalálnánk, hogy mi bajunk van, de mi sem fogalmazzuk meg. Szeretnék egy kicsit panaszkodni. Szeretnék egy kicsit odabújni hozzád, és elmondani, hogy miért érzem rosszul magam a bőrömbe. Biztos vagyok benne, hogy nem utasítaná el a társ. De ez gyengeség. Hogy fogalmazzam én meg, hogy szeretnék odabújni? Mert nekem most jól esne, hogyha megvigasztanám. Tehát ezt az asszony sem vállalja fel. De közben elvárná, hogy kapja meg, amit ő nem kér és nem mond ki. De nem fog működni. Igen, akkor ezt visszaadva egy kicsit alap, de sokszor mondja, hogy mi baj ott, semmi. És ezt tudjuk, hogy akkor. És ha semmi, akkor megyek a laptopom elé, de utána ne vágják a fejembe, hogy mert te mindig kivonulsz. És így van. Na hát a kicsit rátérve gyakorlati tanácsokkal lehet ilyet mondani. Van egy adott nap, van egy nehéz helyzet, hetek, hónapok, mi lesz, hogy lesz. Elvesztette az állását, otthon van, akár a feleség, akár a férj, akár mind a ketten együtt, gyerekek. Hogyan kell, hogyan érdemes átalakítani az életünket, hogy elviselhetőbbé tegyük ezt? Részekre bontanám. Most viszonylag jobban kezdem, amikor még van munka. De mondjuk, mint a férj eljár dolgozni, anya otthon van, home office-ban dolgozik, van egy óvodás, meg egy iskolás. Ez egy elég vegyes és elég nehéz. Viszont egy állatorvosi ló, mert ezen sok mindent meg lehet mutatni. Rettenetesen lényeges a borzasztóan szigorú időbeosztás. Tehát ne keveredjen a munkaidő a magánélettel. Tehát ha az anya tudja, hogy aznap neki milyen feladatokat kell elvégezni, akkor ott tiszta terepet kell teremteni. A gyerek tanul az egyik sarokba, mert már ötödikes, hatodikos tudja kezelni, ő már járatos ezekben a dolgokban. Az óvissal van nehezebb. Mert nem ültetem a képernyő elé, meg az okostelefon elé, meg a tablet elé, mert nagyon fontos lenne, hogy azért a képernyő idő most is. Tehát, hogyha én leülök reggel és játszok vele, és elmondom annak a 4 évesnek, hogy most Kati tanul a sarokba, nekem itt van a laptopom, és nekem dolgoznom kell, most egy kicsit játszok veled, és utána arra kérlek, hogy azt a játékot, amit mi elkezdtünk, azt próbáld most egy kicsit egyedül. És elképzelhető, hogy fogja tudni még, már egy 4 éves le tudja magát foglalni, különösen akkor, hogyha van ennek egy előtörténete, és nem most először kérem erre, és utána jön a munka. És ami nagyon fontos, hogy legyen meg a menete, hogy mikor fejezzük be, mikor ülünk rá ebédelni. Tehát ne legyen olyan, hogy felpattanok és bedobok egy mosást. Munkahelyről sem szaladunk haza bedobni egy mosást. Tehát mindennek meg legyen a helye.
Ennek az asszonynak nagyon kevés regenerálódási ideje van aznap, de ha nem regenerálódik, elhasználódik, és ez senkinek sem lesz jó. A két gyereknek sem, meg az urának sem. És ilyenkor ezeket a mini szabadságokat szoktuk javasolni. Ez a harmadik generációs kognitív terápia, egyébként ez a mindfulness. Tehát ha nekem összesen 10 percem van, akkor én 10 percig úgy igyam meg a kávémat, hogy közben nem foglalkozok mással, nem ütöm a billentyűt, nem tekerem a Facebookot, hanem leülök, és kortyonként úgy iszom meg, mintha életem első kávéja lenne. Hogy az összes ízlelő bimbommal átéljem, és teljesen úgy éljem meg ezt a 10 percet, mintha egy óra lenne. És bármilyen furcsán hangzik, 10 perc alatt fel tudom tölteni magam. Vagy amikor kiviszem, mert már délután befejeződött a munka, és kimegyünk a gyerekkel a parkba egyet sétálni, akkor amikor nézegetjük a kacsákat, akkor úgy szívom magamba azt a levegőt, néhány mély levegő és egy nagy kifúvás, hogy közben szinte érzem, hogy energiával töltöm fel magam. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, amikor merülőben van a telefonunk, és gyorsan bedugjuk, hogy töltődjön egy kicsit, hogy még bírja, ilyen 10 percekkel, 5 percekkel fel tudjuk tölteni magunkat, ha nagyon tudatosan odafigyelünk rá. Nagyon lényeges. Legyen 5 percem, amikor csak ülök és csak úgy vagyok. Gondolat jön, megy, én meg bambulok. Akár a vizet nézem, akár egy festmény. Tehát legyenek ilyen kis töltekezések. Tehát ha nagyon tudatosan veszem kézbe az életemet ebben a nagyon nehéz helyzetben, és karban tudom tartani magam, és ha én jól vagyok anyaként, akkor a két gyerekem meg az uram is jól van. Minden nap legyen valami, ami csak velem történik. Tehát beszéljék meg a párok, mikor megy el az egyik futni, mikor megy el a másik gyalogolni. Addig a házastársad otthon a gyerekekkel. Tehát, hogy tudatosan figyeljünk oda, de ne legyen akkor olyan, hogy hát jó lenne elmenni, mert jó, de nincs kedvem felállni. Tehát ilyenkor igenis, ha elmondtam magamnak, akkor én 7-től fél 8-ig elmegyek gyalogolni. Nem viszem magammal a telefont, nem tekerem a Facebookot, nem veszek fel semmit, nem hallgatok zenét, csak egyszerűen vagyok és gyalogolok. Tehát ezeket tudnám megtenni. A másik kérdése az nagyon nehéz. Nagyon komoly gazdasági következményei lesznek ennek a vírusos időszaknak, nagyon sok család meg fog tépázódni. Egy a lényeg, ha sopánkodunk és katasztrofizáljuk, és naponta többször elmondjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nagyon lehetetlen a helyzet, ezzel a saját életünket nehezítjük. Bármilyen furcsa hangzik, nagyon lényeges, hogy egy mondatot hogy fogalmazok meg. Ha azt mondom, hogy nehéz helyzetben vagyunk, üljünk le, találjuk ki, mit tudok ideiglenesen elvállalni, nem ez életem álmai munkáját keresem, a megélhetést keresem x időre. És akkor az összes ismerőst mozgósítva, hova lehetne elmenni, mit lehetne csinálni. De hogyha, tehát hogy legyen ott a megoldás. Ha csak odáig jutok el, hogy egyre jobban sajnálom magunkat és előrevetítem, hogy milyen szörnyű következménye lesz, ha nem tudjuk fizetni a lakástörlesztés egyébként, akkor az összes maradék energiámat is el fogom folyatni, és nem fogok kiutat találni. Tehát megoldás központú, és ne sopánkodás központúak legyenek a mondataink. Nagyon-nagyon lényeges. Itt ez viszont megint a két emberkel is a kommunikáció, meg ez a... Igen, amikor az egyik lejjebb van, a másik ne legyen lent, azt próbáljuk húzni és fordítva. Tehát itt nagyon sokat tudnak segíteni. Mert mindketten egyszerre vannak lent, ott baj lesz. És ott a gyerekek is nagyon meg fogják inni a levét. Hát meg akkor a napot úgy megtervezni, nem? Hogy mindennek azért legyen helye. Hogyha valaki esetleg pont a rosszabbik helyzetben van, nem dolgozik, de azért akkor ne az legyen, hogy most pizsomában nyomja egész nap. Így van. Egyébként óriási mintaadási lehetőség. Ez a nagyon nehéz helyzet. Mert ezek a gyerekek életkortól függetlenül magukba szívják. És vissza fognak emlékezni 10 év múlva. Hogy én emlékszem, amikor ovis voltam, akkor volt egy nagy, és akkor ezt csinálta az anyám meg az apám. Tehát a gyerekeink is tudnak abból profitálni, ha mi most nem összezuhanunk, hanem a lehetetlen helyzetben megtaláljunk valamilyen kiutat. Egyfajta kihívásnak próbáljuk megtekinteni, és kihozni a maximumot. Szó szerint. Más nem tudunk csinálni. Ez pontosan így van. Ez is egy kihívás, és ebből próbáljuk kihozni a maximumot. Valóban így van. Hát most aztán a közös helyekre menni, ugye azt nagyon korlátozott, de akkor mondjuk hétvégén egy olyan kirándulást, ahol ki lehet menni, vagy elmegyünk együtt, az is valamilyen szinten, de akkor megint együtt vannak.
Igen, de olyat is lehet csinálni, hogy apa elmegy az egyik gyerekkel biciklizni, anya meg elmegy a másik gyerekkel más csinálni. Tehát, hogy meg lehet ezt is találni, hogy egy kicsit külön akarunk lenni, most már talán azért a nagyszülők oltva lesznek, és akkor a gyerekek már tudnak a nagyszülőkkel, és akkor a házaspár együtt is elmehet biciklizni. Vagy elmehet, most már talán jó idő van, és biciklire ülhetünk, vagy elmehetnek együtt sétálni. És az egy más kontextus, mint amikor otthon vagyunk, csak összezárva. Vagy, amiről elfelejtkezünk nagyon sok esetben, lehet például otthon társas játékozni, és este, és akkor abból lehet egy jó nagy nevetés, amikor avval zárjuk a napot. Tehát, hogy falakon belül is lehet olyan programot csinálni, ami nem csak a negatívum. Most egymásra vagyunk utalva, hozzuk ki ebből a legtöbbet és a legjobbat. Semmiképpen nem szeretném olyan irányba elvinni, de ez még akkor viszonylag a szerencsésebb helyzetben, akinek legalább az egyik félnek van munkája, van család mögötte, van segítség. Mit tehet az, aki, és tudom, hogy itt ezzel most nem lehet nyilván megoldani, ez egy összetette probléma, egyedül van, nagy Isten, tehát cingli, nem tudom én, nincs munkája, fizetni kéne a rezsit, család nem nagyon van mögötte, erre most tényleg rövid az időnk, de ő merre induljon el? Hát azért az sem csoda, hogy kilátástalanak látja, és depressziós lesz, vagy szuicid. Vegyen elő egy papír, meg egy ceruzát, és írja össze egy papírra, hogy ki az, akihez fordulni lehet, már nem kölcsönér, ötletér. És akkor ötleteljen, írjon egy jó hosszú listát. Utána nézze át, ki az, akit szívesen felhív, mert nem biztos, hogy mindenkit szívesen. És érdeklődjön, hogy hol, tudom, hogy most a munka lehetőségek is rettenetesen beszűkültek. De ha nem próbálkozok, soha nem derül ki, hogy egy-két órára, most már indulnak a mezőgazdasági munkák, a fóliák például, kertészetek, és ilyenkor teljesen mindegy. Egyébként szerintem a természetbe kimenni, a kertészetbe, és akkor kiszellőzik az agyam, és a szép virágokat rakom, teljesen mindegy. Tehát ilyenkor nem azt kell nézni, hogy hány diploma van mögöttem, és akkor én most, hanem azt, hogy profitálok belőle anyagilag is, megismerek egy másik területet, levegőn vagyok, és nem életem végéig kell csinálni, de szerintem ez most tök jó lesz. Tehát itt megint a hozzáállás. Aztán egyszer csak vége lesz. Egyszer minden rossznak vége lesz. A vírusnak is vége lesz, és utána mehetek nyugodtan pályázni, vagy megkeresni azt a munkát, amiből hosszú távon szeretnék majd megélni. Nyilván nem összezuhanni, megpróbálni mindent megtenni azért, hogy valahol és az egyetlen mondat az idős embereknek. Nagyon sokan élnek otthon egyedül, gyerek messze van, távol van, csak internet kapcsolatot tudnak vele tartani. Ott is nagyon fontos, hogy az idős ember a saját napját struktúrálja. Tehát keljen időben, tudja, hogy mit csinál délelőtt, mikor főzi meg az ebédjét, mit csinál ebéd után, legyen benne keresztrejtvény, legyen benne olvasás, dolgoztassa az agyát, és a torna ingyen van. A padló ott van, a szőnyeg ott van, feküdjön le, egyengesse ki a derekát, minden életkorban a legeslegfontosabb a mozgás. Nekem ne hivatkozzon senki, hogy itt fáj vagy ott fáj, mert ha nem mozog, akkor is fáj, ha mozog, akkor pedig el fog múlni az a fájdalom. Nagyon sok esetben, mert nagyon sokszor az inaktivitás okozza például az izületi fájdalmakat. Tehát a fájdalom ellenére akkor is tornáztassa, működik. És ezzel is a naponta 20 percet tornázik, délelőtt 20 percet délután, be tud épülni a napi programjába. Nagyon erőt magát is próbáljon mozogni. Így arról van. Nem beszél, említem, hogy ingyen van, sőt annyira, hogy már YouTube-on nagyon sok torna gyakorlat van. Pontosan így van, mindenféle élettornak megfelelő, tehát ott is találhat, így van. Jön a jó idő, lehet naponta kétszer fél órát sétálni. Életmentő. Az biztos. Tehát ne azt nézem, hogy hol nyom, hol fáj, hanem egyszerűen vegyem fel a cipőmet és induljak el. Azt is el lehet mondani, ugye, hogy hát függőségek országa vagyunk. Igen. Hát és ez a pandémia, gyanítom, hogy nem tett jobb. Már csak nézem a statisztikákat, amik már vannak itt, akár az alkoholdrog fogyasztás emelkedése, stb. Nem könnyíti meg a helyzetet. Igen, ez valóban így. Mert ő azt mondja, apa hazamegy, hogy őt most akkor hagyják békén, és ő most megissza azt a 3-5 sört, vagy 2 viszkit, mert neki most szüksége van az ításra. Igen, hát ezt meg kell érteni, tudom, hogy nem szívesen hallják ezt a kedves nézők, akkor azt mondják, hogy az az egy fél pálinka, nem mondjuk már, hogy olyan veszélyes, meg az az egy sör. Nem ez a veszélyes, a rendszeresség a veszélyes. Tehát ha minden este megvan az a 3 cent pálinka, meg az az egy sör, az bizony gyönyörűen oda vezethet, hogy ebből függőség lesz. Tehát hogy nagyon fontos lenne, hogy ez ne legyen.
most hivatkozhatunk pandérára, lazításra, de erre a rendszerességre azért nagyon odafigyelünk, mert nagyon könnyen bele lehet csúszni. A másik ilyenkor mit tud segíteni, mert itt megint azt érzem, hogy olaj a tűzre. Hagyjad már, majd én megiszom, majd én tudom. De... Igen, így van, meg ne azzal kezdjük, hogy letette a táskáját, és meg jó lenne, ha ma nem innád meg a felesedet, mert minden valamire való férfi ember ilyenkor kettőt fog meginni, nem egyet, már csak azért is. Tehát, hogy próbáljunk meg valami más szokásrendszert bevinni. Mi az, amit elfogadna az alkohol helyett? Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy más lazítsa le, és ne az alkohol? De beszéljünk erről, de nem mindegy, hogy a mondatot hogy kezdte. Mert ha így, abban két feles lesz. És most kifejezetten a párokra, az intimitás mennyire könnyű ebben a helyzetben megőri? Igen. Én nem tudom, hogy a szexuális kapcsolatokra ez nyilván hogyan hatott, de hát azért hazamegy együtt vagyok. Szexuális kapcsolatokra ismételtem egy másik műsort. Vállalom. Ez egy teljes műsort, nagyon nagy gondok vannak vele. Nagyon nagy gondok vannak vele. És erről tényleg egyébként érdemes lenne beszélni. Nagyon fontos, tudni kell, hogy a szexualitásnak az intimitás kialakításában óriási szerepe van, de ezen túlmenően is. Olyan hormonok szabadulnak fel szeretkezés közben, amelyek szó szerint egészség és életvédő. Tehát bármilyen furcsán hangzik, egy pandémiás időszakban nagyon sokat tudna segíteni egy jó szex. Igazán stresszoldó hatása van, összehozza az embereket, sokkal elfogadóbbak, sokkal kompromisszumkészebbek a jó szex, tehát élő házaspárok, amikből egyre kevesebbet látok, és ez nagyon szomorú. Hát valószínűleg. Tehát, hogy erre is, igen, és hogy erre is nagyon oda kéne figyelni. Tehát amikor 30-40-es éveikben szoktuk mondani, a legszebb korban vannak, és akkor kiderül, hogy két hónapja nem találtak egymásra a hálószobában, ilyenkor sírni szeretnék. Mikor könyörgöm, ha nem most? Mikor? Mert hogy most azért idő is lenne rá, le tudnának ülni, beszélni. Még az életkor is minden adott. Majd 20 év múlva siratja, hogy mit hagyott ki? Késő. Tehát, hogy most kellene. Akkor, amikor még minden adva van. De amikor sok a vita, sok a veszekedés, akkor ez biztos, hogy nem megy egy gombnyomásra. Ez tény. Tehát ahhoz, hogy össze tudjunk bújni, ahhoz olyannak kell lenni a napnak, a délutánnak, hogy legyen az embernek kedve. Tehát ez nem működik úgy, hogy lehordtuk egymást a sárga földig, mindenkinek előkerült az anyukája, és akkor este pedig jó lenne találkozni. Hát az nem fog menni. Akkor már anyukát érve, ahol több generáció él együtt? Tehát a unokától a nagymamáig, azt tudjuk, hogy eleve nem egészséges, de hát... Igen, azért egyre kevesebb. Ilyennel már itt azért egyre kevesebbet találkozunk. Ez egy teljesen külön téma, de kevés ilyen van. Nem lehet erre fogni, tehát hogyha arra gondol, Zoli, hogy ez esetleg nehezítő tényező, mármint a szexuális tekintetben véve, nem. Az más kérdés, hogyha valahol együtt él több generáció, több súrlódási lehetőség is van, de mondom, ebből azért én most már azért kevesebbet látok, nem nagyon jellemző. Konfliktus kezelésnél, amikor tényleg úgy érezzük, hogy elönt minket a düh, és nem tehet az a másik róla, de szeretnénk, szóval a feszültség kiengedés az... Igen. Jó, a szex az egyik, de ha mondjuk nincs. Igen. Na ehhez kell az önismeret és az önfegyelem. Tehát tudjam magamnak megfogalmazni, most szét tudnék robbanni. Ki is mondhatom? Én most nagyon dühös vagyok. Ahhoz jogom van. A düh az egy érzelem. Nem tudom szabályozni. De hogy mit csinálok, milyen cselekedetben állja a dühöm, az már rajta múlik. Tehát mondhatom, hogy figyelj, én most nagyon dühös vagyok, de nem akarok veled összeveszni, ezért kimegyek. Teszek egy kört. Vagy bemegyek, magamra csukom az ajtót. Most ilyenkor nagyon sok menyecske. Jó van, csak azt akartam mondani. És megy, és feszíti a húrt. Ne menjen, ne feszi, hagyja békén. Elmegy, negyed óra alatt megnyugszik, és utána lehet, hogy meg lehet beszélni, hogy mind nyomta fel ennyire az agyát. Hagyjam békén! Nagyon sok nőnek külön képessége van erre, hogy addig feszíti. Igen. 8 után el lehet menni kutyát sétáltatni, ugye? 8 után lehetőség után. Egyébként megszaporodtak a kutyák, ha már itt tartunk. Egyébként nagyon jó dolog. Aki tehát főleg aki egyedül vagy ketten élnek is, egy kis állat, egy kis macska, egy kutya egy ilyen helyzetben. Nagyon sokat tud segíteni.
Igen, de ne azért legyen, hogy most segítsen nekem, aztán vége a pandémiának, és nem tudok már mit kezdeni. Az állat, az felelősség, de nagyon sokat tud segíteni. Borzasztóan meg lehet szeretni egy kis állatot, felelősséget érez az ember, meg le kell vele menni. Tehát idős embereknél, mint lakótelepen, akik a másodikon, a kutyusra naponta többször le kell menni, meg kell járni a lépcsőt, és abszolút egészségvédő szerepe van, több szempontból is, mozgás szempontjából is, meg érzelmi szempontból is. Nagyon lehet szeretni, igen, egy kutyust, meg cicát is. Viszonylag egy élhető kisvárosban beszélgetünk most, de hát a médiában látni, főleg Pesten, nagyobb városokban, de most már személyes példában nap mint nap akár itt is, hogy egy szikra elég, és elpattan a húr, amikor megtámadja a taxis, a buszsofőrt, én nem tudom, tehát hogy megyünk az utcán, és egyszerűen érződik az a fajta mentális fáradtság, feszültség. Ha valaki úgy reagál ránk, és tudjuk, hogy ez nem nekünk szól, hanem az ő általa kiadott feszkó, akkor az most nyilván vagy elszaladunk, de azért megpróbáljuk kezelni? Igen. Egyébként nem lehet mindent ráfogni a tömegkommunikációs eszközökre, de meg kell, hogy mondjam, hogy ebbe a türelmetlenségbe, nem csak a pandémia, ez is benne van, megszoktuk, hogy azonnal reagálunk. Egy gomnyomás, azonnal reagálunk. És mi is ilyen pöcre indulunk. Miért nem úgy van minden, ahogy én képzelem, és miért nem akkor? Tehát nincs egy holding, egy tartalmasítás, egy kibírás. Érzelmi inkontinencia van. Minden kirakok a Facebookra. Az örömömet, a bánatomat. Mindent azonnal ki. Nem, kérem szépen. Ki kell bírni, hogy dühös vagyok, hogy feszült vagyok, hogy minden bajom van. Ez a kibírás hiányzik az emberekből. És amikor azt veszem észre, hogy az ügyfél ráönti a postás kisasszonyra, a kormányokban ülő tisztviselőre, akkor, vagy bárkire, akár a boltba, vagy az utcán, akkor nekem kell bölcsebbnek lenni. És akkor akár azt mondani, bármilyen nehezemre is esik, hogy én nem bántottam, nem is értem. Nem is értem, hogy miért fordult így felém. És ez lehet, hogy elég, hogy a másikban a feszültség, igen, és akkor lehet még az is, hogy azt fogja mondani, hogy bocsánat. Igen. De kikérem magamnak, tehát olajat a tűzre. Ha megtámadja vissza, akkor az nem semmi fog vezetni sehova. Semmi értelme. Így van. Igen, mert látszik az, hogy valóban joggal ideges, igen, rám, és egy helyzet van, hogy egyszerűen csak rámentött egy. Így van. És ilyenkor a bölcsebb az, aki bölcsebben reagál, így van, és ezt próbálja leigasztani, és csak ennyit, hogy én nem bántottam, és nem értem. Hát ugye, mert ott is sok feszültséget ki lehet adni, edzőtermek is jelenleg zárva, de hát azt említettük, hogy otthon azért lehet, meg el lehet menni futni. Meg el lehet menni futni, így van. De tudom, hogy nem tud mindenki futni, de gyalogolni mindenki tud. Millió lehetőség van egy szobában, egy székkel, egy szőnyegre lefeküdve tornázni. Tehát, hogy azért ez nem kifogás. Aki akar, az megtalál. Nagyon sok családnál vannak egyébként sporteszközök. A ruhát le kell akasztani róla, és használni kell. Arról van tapasztalat egyébként, hogy hát ugye rengeteg televíziós csatorna, most már ezek a stream szolgáltatók, stb. Otthon, és van, aki mondjuk sorozat függő lesz, mert egyszerűen van ideje, és nézi. Mit tehet ellene? Igen, nagyon sok fiatal is sorozat függővé vált. Nagy, ez olyan, mint minden függőség. Nagyon nehéz. Tehát itt megint csak az önfegyelem. Amikor azt mondom magamnak, hogy ez már sok. Tehát amikor már a 6. epizódot is megnéztem ebből, akkor azt mondom, hogy ennyi, és akkor szó szerint rákényszerítem magam, hogy most elzárom, és magamra csukom hátam mögött az ajtót, és kimegyek valamerre, és járok egyet, mert ha itthon maradok, akkor nagy a csábítás, és meg fogom nyomni. Tehát itt az önkontroll, önfegyelem. És amit említett, hogy a social media hatalma, és ugye olyanokat is teszünk ki, meg olyanokat raknak ki, ami esetleg másokat zavar, ráadásul nem igaz, hamis élőképet, és még lehet, hogy ez is növelheti a frusztrációt. Ez egyértelműen így, igen? Van. Egyértelműen így van. Tehát igen, és ezt nagyon köszönöm, mert ezt mondani akartam, és elfelejtettem, hogy az nem kikapcsolódás, hogy jaj, most van egy fél órám, akkor legalább előveszem, és akkor egy kicsit tekergetem. Nem kikapcsolódás. Ma már vizsgálatok bizonyítják, ha semmi izgalmas dolgot nem nézek a Facebookon, vagy a telefonomon, csak ilyen semleges dolgokat, már az is úgy hat az ember agyára, hogy az minden, csak nem kikapcsolódás. Tehát ne átassuk magunkat. És amikor édesanyja a kisbabáját, aki éppen alszik a babakocsiba is tolja, ne telefonáljon közbe. Ne telefonáljon, hanem nézze azt, hogy éppen hogy mozdult meg
a takaró, vagy éppen hogy vette a levegőt a kisbobozat, mert rá lehet csodálkozni, és többet nem lesz 8 hónapos, csak most. És az is tud tölteni. Tehát, hogyha nem osztom meg a figyelmemet, nem párhuzam, ha nem így főzöm a vacsorát, hogy közben tartom a telefonomat, akkor legyen meg annak is a helye, hogy mikor beszélek a családtagommal, mikor a barátnőmmel, ne keverjem a dolgokat. Rengeteg energiát elvisz úgy, hogy nem is veszik észre az emberek. Tehát saját magunkat is tudjuk ebben a nehéz helyzetben tovább nyomorgatni. Talán az idő elrepült nekem nagyon gyorsan. Ha egyszer, én nagyon remélem, hogy minél hamarabb visszáll a régi életünk olyannyira, amennyire ugyanolyan lehet mi? Már nem lesz ugyanolyan. De ez nem azt jelenti, hogy rosszabb lesz, be fognak épülni bizonyos óvintézkedések, de lehet, hogy tanulunk is ebből a helyzetből. És ez egy krízis helyzet, és a krízisből sokszor úgy szoktunk kimenni, hogy magasabb szintre lépünk. Ebből is elképzelhető, hogy magasabb szinten fogjuk folytatni. De kicsit más lesz. Ön optimista? Én abszolút optimista vagyok, igen. Hát nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy a nézők is kaptak néhány olyan tanácsot, amit haszonnal tudnak majd megvalósítani. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Ha esetleg kérdés fölmerült valakiről, az későbbiekben majd esetleg valamilyen formában megpróbáljuk megválaszolni, és remélem, hogy valamilyen téma kapcsán ön is többet is említett, tudunk majd megtalálkozni a Stream Szerdában. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!